Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Három pályázati projekt nyitó rendezvényét tartották meg csütörtökön a Révfülöpi Tóparti Galériában, amely mintegy 1 milliárd forint összértékű fejlesztést jelent a nagyközség számára. Megújul a galéria, a Rózsakert és a polgármesteri hivatal. Jelen volt az eseményen Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője is. A Tóparti Galéria adott helyet a projekt nyitó rendezvényének. Itt a nyár folyamán élénk kulturális élet folyt, most azonban már minden a megújulás jegyében zajlik, melyet a falakra elhelyezett látványtervek is mutatnak. Erre az épületre 533 millió forintot fordíthatnak a nyertes pályázat támogatásának köszönhetően. Ez a része, ahol most vagyunk, ez valószínűleg hetek, egy-két hét múlva teljesen elbontásra, és ugyanebben a méretében kicsit átalakítva újjáépítésre kerül. Révfülöp, mint ismert, nincs kultúrháza. Ennek a projekt megvalósulásával is az a klasszikus kultúrházról nem beszélhetünk, de az épületnek a déli oldalából kialakul egy olyan 60-80 fő leültetésére alkalmas rendezvényterem, ami ugyanúgy alkalmas lesz a kár kiállítási funkcióra is a nyári időszakban. Tehát 12 hónapon át működő közösségi tér, látogatóközpont jön létre. Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője a hazai fejlesztési programok jelentőségét emelte ki köszöntőjében. A 2021-ben elindult uniós pénzügyi időszakban mintegy 1600 milliárd forint áll Magyarország rendelkezésére, és ebből valósítja meg hazánk a topos programokat. Számos olyan cél jelenik meg itt a pályázati kiírásokban, amely a helyi közösségek kívánja szolgálni, illetve azokat erősítik, bölcsőde, óvodaépítési programoktól kezdve turisztikai vonzerő növeléséig, vagy éppen a helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztéséig. Itt ez a három projekt, és összességében ez a közel 1 milliárd forint szintén olyan, amely részben a helyi közösségeket szolgálja, ugyanakkor Révfülöp sajátos helyzetéből adódóan, hiszen a Balaton egyik legszebb üdülőhelye, ebből adódóan nem csak a helyi közösséget szolgálja, hanem az ide látogatókat, illetve összességében Révfülöp turisztikai vonzerejét növeli, és ha Révfülöp turisztikai vonzerejét növeli, akkor egyben a Balaton turisztikai vonzerejét is növeli, azaz magát az országot is talán kedveltebbé és vonzóbbá teszi. Fontos ez, hangsúlyozta Navracsics Tibor miniszter, hiszen az új beruházások talán azt a reményt is hozzák, hogy meg tudjuk hosszabbítani azt a lendületet, amit az Európa kulturális fővárosa jelent 2023-ban. Másrészt fontos azt is kiemelni, hogy a magyar állam vállalja a projektek előfinanszírozását. Mi abban bízunk, hogy minél hamarabb megérkeznek most már a TOP Plus fedezetére is ezek az uniós források, és akkor zökkenőmentesen tudjuk elindítani a többi programot is. A Révfülöpi beruházások esetében az önkormányzat jól gondolkodott, emelte ki Navracsics Tibor miniszter. Előre elkészített tervekkel rendelkeztek, a megvalósítás pedig eszerint történik, elsőként a TOP Plus-os pályázatok között. És abban bízunk, hogy ennek megfelelően a közeli jövőben már tudja majd szolgálni az itt élők, illetve az ide látogatók érdekeit és életét, hiszen bár a politikai viták néha elfelejtették velünk ezt a tényt, de valójában az az igazság, hogy minden egyes forint vagy euró, ami a Révfülöpi beruházásokra jön, azok támogatására jön, az valójában az Európai Unió vonzerejét és versenyképességét is növeli, hiszen az itteni gazdaság ugyanúgy része az Európai Unió összgazdaságának, mint bármely más Európai Uniós tagállamnak. Kondor Géza polgármester említést tett a még két megnyert pályázatból megvalósítandó fejlesztésekről. A község polgármesteri hivatalában szeptemberben kezdődtek meg a munkák, az épület energetikai korszerűsítése zajlik. A Rózsakert megújítására is nyertek el támogatást, így a vízparti sokak által kedvelt terület is megszépül a közeljövőben. Az összesen közel 1 milliárd forint értékű fejlesztések nagymértékben hozzájárulnak Révfülöp további fejlődéséhez.